Ugye úgy volt, hogy mentem a galériában, és hogy az embernek volt egy olyan érzése, hogy időben közeledett a kortárs szalamához, hogy úgy, mintha hogy úgy tünedezne elfelé a tér a képekből. Hogy inkább, mintha, nem tudom, mondom, nagyon felületes benyomás volt, de olyan, mintha úgy inkább síkban lennének, vagy nem nagyon használnák ki ezt a dolgot, és aztán csak bejött, mentem az egyik ajtón, és akkor a szemközti falról egy, nem tudom, mint egy olyan robbanás, vagy egy mozdony, vagy valami. Ott megláttam, egy épületnek a képe volt, de mondom, az volt az érzésem, minthogyha egy vulkánkitörés, vagy egy mozdony, vagy valami efféle baromi erejű dolgot látnék, és akkor mentem hozzá közelebb, és megnéztem, és akkor azt láttam, hogy mi a címe, és láttam, hogy ki a festője, és az volt az első betűk. Jó, akkor most következik Rakoszki akkor... Zsuzsa laudáció. Igen, na, amit ott hagytam szerencsésen. Nem baj, nem hozzám. És itt olvassam, vagy menjek a... Ahol jól esik. Hát nekem jól esni, itt esne jól. De... Akkor itt olvassam. Akkor... Képekről beszélni nehéz, majd hogy nem lehetetlen, hiszen éppen azért képek, mert olyan tartalmakat közölnek, amelyeket szavakkal nem lehet kifejezni. A képek leírása helyett megpróbálkozom inkább annak leírásával, hogy milyen hatást tesznek rám Vojnics Erzsébet képei. Elsőként ilyen szavak jutnak az eszembe róluk, hogy komolyság, súly, erő, elsősorban erő. Amikor először találkoztam eredetiben a képeivel, az volt az érzésem, mintha legalábbis egy mozdony rohanna felém a vászonról, pedig hát a képek mozdulatlan tárgyakat, épületeket, belső tereket ábrázolnak. Csak hogy a festő, mintha érezni és érzékeltetni azokat az irdatlan erőket, amelyek egymásra hatva és egymást ellensúlyozva létrehozzák ezt a mozdulatlanságot. Ez az erő, amely ezekből a képekből sugárzik, olyan nyers és elementáris, bár talán nem is ezek a megfelelő szavak, hogy az ember alkotta épületek végletesen egyszerű és letisztult formája, síkok, hasábok és hengerek, szögletes belső terek sokkal alkalmasabbak az érzékeltetésére, mint a természetben található, szeszélyesebb és változatosabb formák. A korai képeken vannak még ilyen hullámzó, redőzött alakzatok, még emberi alak is, de rövidesen eltűnnek, nyilván valamiféle belső fejlődés eredményeképpen átadják a helyüket ezeknek a végsőkig letisztult geometrikus formáknak. Ha a természetbe keresnék valamiféle metaforát erre az erőre, hogy a földkéreg mozgásai jutnak róla az eszembe, amelyek észlelhetetlenek mindaddig, amíg földrengésbe vagy vulkánkitörésbe nem torkolnak. Mintha maga a tér lépne elő főszereplővé ezeken a képeken, a tér mutatkozik meg leplezetlen mi voltában ezekben a szögletekben, lépcsőkben, aknákban és folyosókon. Csak hogy ez a tér korán sem passzív és statikus, nem üres tartály, mert mindenféléket el lehet helyezni. Bárki, aki beszorult már két emelet között a liftre, vagy cédülni kérdezett, amikor lenézett a 7. emeletről, tudja, hogy a tér nagyon is élő, fenyegető vagy vonzó dolog lehet. Vojnics képei, mint a bizonyos álombeli terekre emlékeztetnének, nem jelképeznek semmit abban az értelemben, hogy meg lehetne fejteni a jelentésüket, mégis tele vannak valami megfoghatatlan jelentőséggel. Ezek az álombeli terek szoktak olyan rettenettel eltörteni, mint az Európa című képen az a szürke barna, valahogy bolyhos helyiség. Ezekben szoktunk olyan váratlan és titokzatos sötét vizekkel találkozni, mint a tibeti templomot ábrázoló képen. Nem kell a kép címét ismernünk. Anélkül is azonnal látni lehet erről a vízről, hogy a benne való megmerítkezés nem pusztán tisztálkodási célokat szolgál. És amilyen egyszerűek a formák, olyan visszafogottak a színek is. Van néhány tompla tégla vagy rózsaszín és sárga, de leginkább a barnák és a szürke árnyalatai dominálnak, és döbbenetes módon a fekete. Sok képen nincs és más szín, csak a fekete és a szürke különféle árnyalatai és a fehér, árnyék és fény. De ez a fény nem az a fajta, amelyik árnyalataira bontja az alapszíneket, váratlan színek egész sorát mutatva föl, ahol korábban egyetlen alapszint véltünk látni. Ez a fény valonnan kívülről, keskeny tetőablakokon, csapóajtókon, oszlopok résén áthatol tisztán és élesen valamilyen különben zárt sötét térbe. Fény itt nem eszköz, hogy valamit jobban lássunk, hanem akár csak a tér, maga a főszereplő. Sötétség és fény, bezártság és nyitottság, szabadulás nagy ellentét párjainak egyik fele. Kő és víz, fény és árnyék, zártság és nyitottság, magasság és mélység.
ezek a nagy és elemi ellentétek uralják ezeket a képeket. És ezek az ellentétek nagyon erős és nagyon ellentétes érzéseket mozgatnak meg a nézőben. Mélységes szorongást és emelkedett örömet. A szorongás érthető, ha a képeket uraló sötét, már-már komor színekre, zárt sötét terekre ható fenyegető, titokzatos és ismeretlen erőkre gondolunk, de mi az oka az örömnek? Csak a művészi megformálás lenne az öröm forrása? Más műfajokból, elsősorban az irodalomból, költészetből is ismerős az az érzés, hogy a illúziótlan bátorság az erővel párosult sötéten látása helyett, hogy elkeseríteni és elvenni az életkedünket, inkább felhangol. Lelkesít valamiféle diadalmas elégtétellel tölt el. Ilyen öröm tölt el engem, ha Bojnics Erzsébet képeit látom, és hát ha ez a díj esetleg hozzásegít olyanokat, ha lennének ilyenek, akik még nem fedezték föl maguknak, és ők is részesülnek ebben az örömben, az nagy örömömre szolgálna. Megkérném Zagykó Pétervet, az EGON Magyarország vezérigazgatóját, hogy adja át a díjat, Molnár Levente szobrát, ami, ha jól tudom, egy pályázat útján választódott ki. Vojnics Erzsébetnek az idei EGON tárgydíjas. Nem kapja meg? Megnézem közelebb. Kezébe nyomni szegény meg. Jó. Az, hogy egy ilyen multi alapít egy ilyen díjat, az úgy szokott lenni. De az, hogy ki is tart, és egy év múlva is átadja. És egy év múlva is úgy gondolja, hogy ez fontos neki. És ahogy én így látom a dolgot, fontos az, hogy hosszú évekre menően ez legyen ez a díj. Az, hogy úgy mondjam, újdonság nálunk. A kezdeti lelkesedés mindig megvan, a kitartás az valahogy mindig eltűnik. Mi volt ebben a kérdés? Jó kérdés. Az volt a kérdés, hogy miért? Erre váltam. Az aranyos dolog, Robival beszélgetünk, és azt mondta, hogy egy rövid kérdés fog nekem föltenni, az, hogy miért. Megérkezett a miért. Azt mondta Péter, azt fogja rá válaszolni, hogy csak. Nem, az, hogy miért ne. Szóval a lényeg az, hogy mondhatnék olyat is, hogy mert hogy a tőke megtérés nem mindennek a mércéje. És szerettük volna ezt az üzenetet is adni. De egy kicsit másról is szó van. Ha elgondolkozunk azon, hogy a szép az vajon ma gyakrabban jut el az emberekhez, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt. Akkor persze lehet azt mondani, hogy internet, könyvek, televízió, és a többi, de aztán, hogyha megnéznék olyan statisztikák, mint mondjuk ilyen kattintási statisztikát, vagy hányszor és mit töltöttek le. Vagy ha mondjuk ilyen nézőszám súlyozott átlagokat néznénk, hogy csatornákon keresztül mit néznek az emberek, akkor nem biztos, hogy olyan eredményeket kapnánk, ami nekünk tetszene. És azt gondolom, hogy a széphez, ahhoz idő kell meg igény. Időre azt szoktunk mondani, hogy időnk semmire nincs, persze ez nem igaz, mert hogyha néznénk, hogy mire töltjük az időnket, mivel töltjük az időnket, akkor nagyon sok felesleges van. Tehát tudunk időt teremteni, ha akarunk, és igényt pedig lehet teremteni, meg lehet tanítani. Ez olyan, mint amikor a kislányomat tanítgatom ízekre. Hogy olyan ennivalót adok neki, mint még nem próbált, és hál' Istennek olyan kis bátorfajta, és mindent, amit apa ad, megkóstol. És azt gondolom, hogy ha a szépet is így kóstoltatgatjuk, akkor az igényt föl lehet rá kelteni. De ezt az igényfelkeltést csak úgy lehet csinálni, hogyha hírét visszük valaminek. És azt gondoltuk, hogy ezzel a díjjal nem csak elismerjük a művészek teljesítményét, és különösen a kortárs mai magyar művészetről van szó ebben az esetben, nem csak a teljesítmény elismerése, hanem ezen keresztül hírét is adjuk annak, hogy valahol valami született, és segítjük azt, hogy az ilyen koca ízlelgetők, mint én, és az értő ínyencek, azok kóstolgathassák, és hírét vigyék ezeknek az alkotásoknak, hogy aztán más is tanulhasson belőle, és később keresse ezt az ízt. Hát valami ez van mögött, és úgy látjuk, hogy ez működik, és a mi munkatársaink maguk is nagyon szeretik, úgyhogy ez olyan EGON ügy lett. Köszönöm.